Kívánok, hát üdvözöllek benneteket, gyerekek. Hát komolyan mondom, annyit szenvedtem, mint a Pilátus macskája szor 20. Várjátok először, hadd gyógyítsam meg ezt a szerencsétlen Augert, de lássátok testvérek. Ennyi az élet, Keeper nagyjából így alakult már. Többen írtátok, hogy így azért végignézzétek, hogy mégis hogyan építi a Keeper a csodálatos bungalót. Hát megmondom őszintén, szerintem rohadt nagy szerencsétek volt, hogy nem kell végignézni. Mert nem is tudom már, szerintem legalább 2 órán keresztül építettem, és körülbelül a sehol nem vagyok vele, a felupgrade-elése semmivel nem vagyok sehol. Azért jöttem ide föl megmutatni nektek, hogy a monumentális építmény szor 1000 van körülbelül, nem tudom, nagyon brutális. Bányát nyitottam, augereltem, fát vágtam, mint az őrület, meg még ráadásul építettem ezt, és csak fele van meg, és még nincs felupgrade-elve. És még sehol nem vagyunk, úgyhogy nagyon nagy kén az egész. Gondoltam akkor az én máma már valami legyen, gyertek ide velem, aztán megmutatom igazából, hogy készült. Nem is baj, hogy nem voltatok itt velem az előző, hát nem részbe, hanem addig, amíg én itt szenvedtem, mert hát gyerekek, ezt így kitalálni. Kitalálni mértani pontossággal. Hát konkrétan, mint hogyha egy darab pixel lenne egy darab kocka, és pixel pontosan kell mindent megtervezned, mert különben nem jönnek össze a dolgok. Egy darab blokkot elcseszel, odébb tolsz, azt már el van. Hát nem akarok csúnyán beszélni, ezért csak annyit mondok, hogy el van baszaréndva. Az, hogyha az el van bazva, helyett azt mondja valaki, hogy el van baszaréndva, az valamennyire kompenzálja ezt a dolgot. Hát lehet, hogy annyira nem. Ezt le kell bontanom, rájöttem, mert az a situáció, hogy gyerekek, hogy izé van, hogy nem fogom tudni felupgrade-elni a mögötte lévő sort, úgyhogy ez itt a bontási bűveletek lesznek, de egyébként már megszoktam, halljátok, már háromszor körülött visszabontanom az egészet, meg mindent. Úgyhogy kénlódás az volt, csináltam egy külszíni fejtést egyébként, ja most már kicsit kevesebb üzemanyagunk, úgyhogy lettek itt problémák. Na meg ez a legnagyobb öröm, amikor ezt így sikerül összehoznod. Na, gyorsan egy telebontom nagyjából a dolgokat. Csak nehogy olyant kivegyek, amelyik tartóelem, mert akkor itten izé lesz. Harakiri bazze, harakiri. Jó, eltűnt, hál' Isten. Ezeket is nem nagyon tudom, hogy valamelyik eltűnik, ha ez van, valamelyik nem tűnik el, úgyhogy még azzal se tudsz manipulálni, hogy kiszered az alját, mert hogy időt nyerjél, mert igazából itt az idő, bazze, és rájöttem, hogy 63. napon, bazze, jön a zombi, de nem is fogok egészülni vele. Én meg azt gondoltam, hogy ja, majd minden második nap már zombi horda van, de gyerekek, ez, majd meglátjátok, amíg építkezek, hogy ez mennyire horribilis, brutálisan extrém nagy ez az épület. Várjatok, az optionbe szerintem kell valamit állítanom, mert az audiót én följebb húztam magamnak, mert izé közbe beállította, úgy volt, hogy itten tótam neki a zenét agyba, főbe mondom, valami lögyön. De hát volt is, nagy szenvedés. Ja, meg itt is ezt leköszönni. Látjátok? Mert ugye mögötte van olyan, amit nem tudok már felupgrade-elni. Semmilyen körülmények között, úgyhogy ezt is visszaköszönöm. Mert ugye pont az a gond, hogy nagyon, meg ráadásul ez az upgrade-elés. Ugye nem tudsz megépíteni mindent, mert upgrade-elned kell, szóval megvan, hogy milyen sorrendben tudod felépíteni a dolgokat. A gyerekek, erre nem tudjátok képzelni tényleg, mit szenvedett a Keeper. Hát brutál sokat. Tényleg. Borzalmasan nagy. Ez az építmény. Ez nem tűnik nagynak, de annyi anyag belemegy, hogy azt el nem tudjátok képzelni. Viszont tudjátok, mivel nem megy nagyon sok anyag? Magába ebbe az egész falba rá. És még egy dologra rájöttem, úgyhogy azt meg is fogom mutatni nektek. Ugye magába ebbe az egész falba annyi anyag megy pontosan, mint a izé, mint a padlózatba, mert ugye, hogyha ezt így fognád, és akkor így összenyomnád fentről lefele, akkor így bement, összemenne. Ja, és rájöttem, hogy itt nem fele olyan, itt közelében nem fele olyan hosszú az út, mert a zombik azok nem tudnak felugrani innen oda, hanem ugye így ugrik. Szóval ugyanannyi az út, ugyanannyiszor fog ugrani, mint hogyha ott ugrálna föl, érted? Mert mindenképpen csak egyet fog tudni átugrani, és az meg így működik, érted? Ide-oda, ide-oda. Úgyhogy hiába itt ugrál, akkor is pont ugyanannyi... Ideig telik! Erre tudjátok képzelni, hogy mekkora szopás szenvedés volt itt nekem.
Jaj, gyerekek, várjatok. Na, próbáljunk meg építkezni, vagy valamit csinálni. Remélem, hogy ma kisüt a nap. Hát éjszaka meg egy csoda egyébként, hogy itt elépítkezett kő. Egy kénlódás, egy őrület. Jó, gyerekek, ma már rendesen megjettem egyébként, mert Nelly nevezetű néző írt egy kommentet, hogy miért töröltem a kommentjét, pedig nem írt benne semmi rosszat. És szerintem, nem tudom, hogy miért lett töröltve. És visszanéztem basszus a törölt kommenteket, és én abszolút nem szoktam törölni kommentet senkiért. Moderátoraim, de tényleg nem is tudom, hogy melyik, mert nem tudom, hogy ki, mert nem írja ki, csak annyit ír, hogy moderátor által törölve van, hogyha van olyan komment. De azokat is végignéztem, és azok között sem volt olyan, hogy ő írt volna, úgyhogy nem tudom, hogy hova tűnt egy komment, lehet, hogy pont akkor volt valami anomália a YouTube-on. El is küldtem neki képet, hogy hát a törölt kommentekben se szerepel a kommentet, nem tudom, hogy hova tűnt, de ez hogy megijedtem, hogy úristen, hát én nem szoktam törölgetni kommenteket. Gyerekek, miért van ilyen rohadt sötét ebben a játékban, azt a vötyárit? Na figyeljetek, itt egyelőre, ugye nem tudod megcsinálni az alapot, mert az oszlopok... Hát összefostam magam, gyerekök, most. Na, ez a baj, hogy konkrétan nem tudok semmit elpakolni, bár. Jaj. Jó, paszt rakjak ki. Figyelj, ez nem kell, nekem nem fogok épvizéli. Meg ez is menjön a levesbe, ezeket megeszem. Azt sem, össze is szartam magam, itt mi történt a gyerekek. Jaj, nem fér a semmi se. Az a baj, hogy nem fér a semmi se. Jó, ott rohadjál meg. Medve tűnjél. Azért nem számítottam rá, hogy rábugrik a bűdbe. Na figyeljetek, az a lényeg, hogy ugye ezeket az oszlopokat kell először ledurrantani, mert később ugye nem tudod felupgrade-elni. Szóval úgy van, hogy oszlopot lerakod, felupgrade-el az olyját. Ja, várjál, cobblestone-on még van. Itt kellene csinálni ilyen blokkot, csak már megint full-on van a képer minden. Gyerekek, egyébként egy inventory modot lehet, hogy jó lett volna berakni a képernek, mert akkora szopás ez az egész. Ja, hát nagyon durva, nagyon brutál nehéz egyébként ezt így megépíteni, én nem gondoltam volna, hogy ennyire. Szerintem épeszű ember nem áll neki ekkora izén, ekkora horribilis projektnek, mint aminek én itt neki álltam. Ja, jó, besüt a nap, rájöttem. Aztán meg ráadásul setét is van, úgyhogy eléggé nem látok semmit se. Na jó van, tűnjél medve, ne ezten izé lazúgassál, bazzel, nem érek rá itt elé. Nekem csinálni dolgokat kell. Ja, úgyhogy megköcsinálnod itt a izét, ugye, ezt. Na, rohadt pontosan, várj, 1-2, ez nem jó helyen van, már most látom. Ja, hát elég nehéz így összehozni a dolgokat, mert megint rossz helyre raktad. 1-2-3, így, 1-2-3. Meg ráadásul olyan tök jó el tud ugrani ez a kocka, hogy hova akarom rakni a dolgokat. Nagyon jó. Egyébként arra gondoltam, hogy lehet, hogy lesz olyan, srácok, hogyha valakinek van kedve, az gyűjtne velem, nem tudom, multizni is. Valahogy megbeszük előre, mikor vesszük fel a részt. Aztán akkor lőhetne egy olyan. Jaj, nem már megint toll. Nem kötol! Lehetne olyan, hogy multiplayerben valamit veretünk neki, mint a veres egyházi. Na, jó, és igen, ezt meg kell csinálni az oszlopsort. Igazából így csináltam az előző részbe is. Egyébként olyan horribilis mennyi, nem olyan horribilis mennyiségű anyag kell hozzá, nem kell beszavarni, de maga az építkezés azért, mivel borzalmasan pontosan kell minden egyes blokkot leraknod, mert tényleg akkor, hogyha nem jól rakod le, akkor az egész koncepció az nem fog jó lenni. Emiatt itt lehet tökörészni. Hát a világ összes izéje. Mi az? Javító készletes elég egyébként ide, meg minden. Na most meg már köd van. Legalább nem futnak a zombek. Na. Jó, van aki. Mindjárt csináljuk. Mutatom, hogy hogyan kell itten összehozni a dolgokat. Hát nagyon nem lesz ötszörű. Úgyhogy meg fogjátok látni.
Az élet csoda szép. Ugye, a nagy francokat csoda szép, nem csoda szép. Csoda boda. Hú, gyerekek, pont ma, pár órával ezelőtt vezettem be a csatornatagságot a csatornán. Hát nem tudom, hogy remélem, hogy senki nem gondolja azt, hogy a Keeper az egy ilyen őrült nagy pénzsóvár ömbőr. És tényleg. De már évek óta rágták a fülemecskémet. Többen, hogy jó lenne, hogyha bekapcsolnám. És akkor ugye, aki akar, az tud támogatni. Akárki úgy érzi, meg esetleg előnyöket szöröz. Ez nem a reklámnak a helye, csak még nagyon bennem van, ez friss az az élmény. És emiatt gondolataiban vagyok merülve ezzel kapcsolatban vég. Még benn van a fejembe, tudjátok, valami történik. De egyébként valaki megnézte azt a videót, van az a csatornatagságos videó, nem tudom, nekem ilyen, végig ilyen kicsit ilyen szégyen érzetem volt. Soha nem tudom, nem tudok azonosulni ezzel a pénzt kapok valakitől a dolog. Meg ajándékot sem szeretek kapni, de aztán... Akár még, ha csak így önkéntesen is. Kicsit úgy érzem, nem tudom, mindig van egy ilyen... Valakik meg TikTokon nyomják, érted, küldjél már egy hattyút, vagy mi az, hogy univerzumot, nem? Nem tudom. Az a baj, hogy ez egy ilyen értékrendi probléma szerintem nálam. Aztán nem biztos, hogy ez hasznos nekem számomra, hogy így alakult ki. Lehet, hogy az... Jaj, vazza, itt már megintem meg mit csinálsz a képer. Na hát igen, hát rohadt fontosan kell minden sort, minden blokkot leraknod, és nem csak itt, hanem majd mindjárt, az összes blokkot. Nem cseszheted el, mert tényleg akkor itt el izé harakiri lesz a gyerekek. Most itt azt a gyere rá, hogy gyere rám. Jó, és akkor ennyi oszlopot így lötöttél, és akkor ezeket mindenképpen az alját minimum, főleg upgrade-ődnyöd, mert különben cseszheted. Ugye, az ahol ide? Oké. Elvileg most minden sor, minden egy dolog, az tök jól van, ugye? Egyszer. Hát de amire erre rájöttem, gyerekek, figyeljetek egyébként, hogy néz ki, hallod? Ez itt a struktúra javába, mi oda nézzé. Hallod, mekkora? Brutális, és minden blokknak, minden egyének tökéletesen kell lennie. Most ugye nem egy, hanem azt hiszem kettő sor blokk van, tehát... Majd megint látjátok, hogy pontosan, hogy egy sor blokkot nem is tudsz fölrakni, mert nem csatlakoznak egymáshoz, igazából kettő sor keletkezik mindig. Mindjárt mutatom, hogy ez hogy fog mindjárt fölépülni. Ugye ide körbe beraknunk egyet, és akkor már alakulni fog. Csak az a baj, hogy itt az aljában vannak még ilyen ketyerékék. Úgy. Már azért ízik, már kézre áll, mert először ugye minden egy blokkot, azért is jobb, hogy nem voltatok itt velem, mert szenvedés volt a köbön, hallod? Hatszor visszaszedtem mindent, hogy kitaláljam, hogy igazából hogy lenne a legjobb. Aztán most azért egyen jobban fekszik már a dolog. De lehet, hogy le kéne raknám egy ládát, aztán lerakni a dolgokat, de várjál. Ilyen building blokkot inkább kraftoljunk még egy 500 darabot, aztán akkor mindig lekraftoljuk. Ja, van fa bőven, meg van cobblestone is bőven, nem tudom mi van még, kűjem is van, homokom is van, mert tök jó van homokot is ad ez a szar, meg rengeteg ilyen kol lett, az izéből szén is lett, ugye szén. Rengeteg szén lett. Én a szén. Na, és akkor ugye ide kell raknod a következő sort. És akkor innen konkrétan egy ilyen végtelenített monoton. Itt ugye ez már, az a izé volt, az az oszlop. Az ugye ide be kell, hogy épüljön, tehát nem lehet lejjebb. Tehát itt az oszlop, az így beleépül. Bár oda lehet, hogy nem is nagyon kellett volna oszlop, hanem ezt így elég lenne kiszednem. Sőt, ezt szerint, hogy azt fogom csinálni, mert mi az anyám valagának kell oda oszlop, oda még nem kell. Azt hiszem a másik oldalt se raktam oszlopot. Ide túl sok lett ez az oszlop. Ezt a külső oszlopsort, ezt felesleges ide kiraknom. Mert ugye itt még megáll bőven. Ha megáll, ja, ez így volt. Úgyhogy, gyerekek, készüljetek a nagy belóra. Itt is volt egy oszlop, ami... Várjál, itt ezeket leszettel képer. Jó, és akkor innen. Na most aztán izé lesz. Megyünk, csináljuk mind a izé, a gép, ha jön zombi, akkor valagára verünk. Ja, nem is tudom, kettő szintet léptem, csak azzal, hogy nagyon kevés blokk van felupgrade-elve.
mert az, hát inkább izéltem, bányázgattam, szóval nem sok blokkot csináltam. Jó, mert cobblestone-ra tudsz úgy upgrade-elni, hogy nem kell hozzá semmi olyan extra, tehát nem kell neked komoly. Várjál, és ilyenkor ugye ez így van, és akkor ezt úgy kell, hogy ide raksz egyet, és oda. És akkor ezt innentől így mész, hogy 1, 2, 1, 2, 1, 2. Így kapcsolódik egymáshoz, ugye nem tudod ide fölrakni a levegőbe. Úgyhogy így kitaláltam, hogy 1, 2, és oda-vissza kömenni, egész addig, amíg föl nem érsz. Meg ugye közben az oszlopokat belehúzni alá. Úgyhogy ezt néztétek volna, két részen keresztül, most egy részen keresztül kell néznetek, hogy ha az előző részbe, meg még ráadásul az előtt szerencsétlenkedtem is, mert nem tudtam pontosan, hogy hogy jön ki, hogy lehet szépen megcsinálni, hogy lehet gyors, inkább nem is szépen, hanem gyorsan csinálni. Így látjátok, hogy így azért a keeper nyomja neki, mint süket a kekszet. Így mindig. És egy szerencse van, hogy a legelső sor ugye a leghosszabb, és minden sorral rövidül kettővel. Szóval azért, hogyha építed így folyamatosan, akkor egy idő után tök begyorsul. De tényleg ezelőtti részben az volt, hogy próbálgattam visszaküllött szednem a blokkokat. Úgyhogy ezelőtti rész az egy merőben más volt. Több szívás volt vele. Úgyhogy most már a kifinomult keeper által megálmodott építési metódust gyakorlatilag tudjuk vinni végig. Látod? És viszonylag gyorsan haladsz. És az a terv, ugye, így most konkrétan, hát kettő blokk vastag. Ugye kettő blokk vastag, mivel kell még mindig építenem egyet, de így azért nem egy tartós. Jó, betonra meg acélra felupgrade-elném, nem lenne rossz. De, hogyha felrobban a egy-két robbantó zombi, és főleg ugyanott, akkor lehet, hogy azért szétcsapja vidd a szart. És emiatt belülről is ugye lehetne ezt még fejleszteni. De a legegyszerűbb megoldás, csak a belül ugye ott vannak az oszlopok, mindig zavarnak, kellemetlenkednek. Sokkal egyszerűbb, hogyha kívül fogod, és ráhúzol még egy, és még egy, és még egy réteget, annak a bónusz hozadéka még ráadásul az, hogy egyre magasabb lesz a piramis. Szóval valószínűleg azt fogjuk csinálni, hogy megcsináljuk egy izére, ez az egy vastagságba kipróbáljuk. Reméljük, hogy nem fog összeomlani. Annyi probléma van, hogy hát figyeljetek, elég sűrűn vannak az oszlopok, ugye. Úgyhogy valószínűleg nem fog összeomlani, de először szerintem csinálunk egy olyat, hogy Hogy? Egyébként kérdeztem ezelőtti videóban ugye, hogy mit gondolt? Ja, egyébként éjszaka vettem, tegnap éjszaka vettem. Vagy nem vettem fel, hanem csináltam. Tényleg beraktam egy ilyen zenét, tök jó, YouTube-on van ez a válogat nekem zenéket abból, amit szoktam hallgatni. Aztán beküldtem azt, azt így mentek végig a zenék. Azért volt a hang is teljesen átvariálva, mert hogy összehozzam a kettőt. Auger az rettel. Nem az Auger. A láncfűrész. Az Auger az nem gáz. Mert az Augernek nincs alapban hangja, de a láncfűrész. Ennek mindig van egy ilyen morgó hangja, úgyhogy ez egy retteletes volt. Ja, meg a izai volt kellemetlen. Hát, mondjuk annyira sokszor nem kellett javítanom. Oda csináltam, ott van egy külszíni fejtés, látjátok, egy ilyen hosszú, ilyen rohadt hosszú, nem tudom hány blokk mély, meg nem tudom hány blokk széles külszíni fejlítés, ott azt csináltam, hogy oda-vissza mentem Augerre. Úgyhogy itt most már annyira nem nehéz gyűjteni alapanyagot, de hát nem egy izgalmas dolog, de itt már nem az szabja meg egyébként az épületeidnek a méretét, hogy éppen nem tudsz alapanyagot gyűjteni, hanem az idő, amíg megépíted, mert ezek borzalmasan nagy épületek. Hát azért, látjátok, azért itt nem kis pálya. És egyébként nyugodtan lehet építeni, elég masszív, így ahogy ez a struktúra így felépül. Látjátok, hogy nincs alátámasztva még,
És még mindig szépen lehet építeni, jó pár sort így végig tudsz húzni. És tényleg az benne a jó, hogy egyre rövidül, szóval a vége, az utolsó harmad, az körülbelül annyit tart, mint itt alul három sor. Érted, mert sokkal rövidebb. Az egy kicsit kellemetlen, hogy ugye az oszlopokat mindig fel kell húzni, akkor le kell ugrálni, meg minden. Ezért az kikére fejlesztelem egyébként a parkört, mert akkor nem tör neki a lábam, mert egyébként videón kívül is szépen kitörtem egyszer a lábam. Úgyhogy ez nem volt videó, várja. És akkor mindjárt lemegyünk, ha felhúzunk oszlopot. Ja, meg egyre kevesebb oszlopot is kell felhúzni, ha mindig bejön mész. Látod, hogy ugye mindig egyre kevesebb, a végén már csak kettő, vagy pedig egy, vagy éppen három oszlop fogja tartani. Az is tök jó tud lenni. Hát ja, nem egy gyors folyamat. Én úgy gondolom, hogy ez egy epic jó húzás lesz, és tényleg bármilyen hordát ki kéne bírnie. Hát figyeljetek, nem hiszem, hogy nagyon nekiáll bárki is ekkora objectet építeni. Így survivor módban, hát én megpróbálom, megcsinálom is, mint az őrület. Már miért ne? Ja, lehet, hogy elosztjuk a skill pontokat. Hát az a gond egyébként építkezéstől, meg craftolástól nincs XP. Pedig régen volt az, de lehet, hogy pont amiért csinálták meg, mert így kb. Craftoltál valami szart folyamatosan, és akkor afkolva föl tudtad húzni magad nagyon nagy szintre. De hát most ennyi erővel akkor az upgrade-eléssel is tudod ezt csinálni, csak még mozognod kell közben. Jó, hát még egy short irem felhúzunk, látom bírja. És akkor lemegyünk, húzzunk föl néhány oszlopot. Ja, hát amíg erre rájöttem, hogy ezt hogy tudom hatékonyan csinálni, meg hogy van az, hogy ugye azért stabilis marad, mert ugye tényleg valamilyen szinten egy stabilitást kell adni neki, az azért nem két perc volt, töketlenkedés ment ez ellen, ott a másik oldalon, ja, utána le kell szórni, ugye, ezével, mi az? Na, azért rendesen beakad. Egyébként szerintem a memória igénye brutális lehet ennek a játéknak, mert egy idő után ugye tök jól fut, és amikor már nagyon-nagyon-nagyon sokat is vagy, és nagyon sokat változtatsz a mapon, tehát rengeteget építek, kezd FPS dropolni, így érezhetően kevesebb FPS lesz, és szerintem ez memória. Ugye, hogy egyre több dolog épül bele a játékba. Na, gyerekek. Akkor, ja, hát itt már ugye, itt már izolni kellett volna. Várja. Mondjátok, és akkor oda beleépül ez a... És ezt mondjuk föl lehet húzni még ezt is. És akkor a legközelebb már nem kell ezt felhúzni. Így. More. Na, gond, hogy... Jó. Na, hát ez így működik, gyerekek. Nem egy bonyolult dolog, nem azt mondom, de azért rá kellett jönni, hogy ezt nem ide. Rá kellett jönni, hogy tudom ezt úgy megvalósítani. Hogy tényleg, gyakorlatilag itt már nem a szimmetria kell, hanem itt már izé kell, gyerekek. Itt már pixel pontosan kell mindent megcsinálod, mert különben az egész egész szétcsúszik, nem jó, ugye egy darab, úgymond, beszéljünk pixelekről, mert most már annyi van belőle, mint a sár, több ezer darab, sok ezer darabból készülnek ugye ezek az objektek. Itt már bazza, egy darab pixel elcsúszik, és akkor mész a levesbe, nem jó. Na, így akkor áll van támaszva végig, és akkor jöhet. Hát ezeket fel kellene húzni egyébként, az lenne a megoldás, és akkor nem kéne még egyszer lejönni. Viszonylag elég hamar lehet, hát még jó nagyot kell, de ugye, ahogy mondtam, egyre kevesebbet. Ja, viszont meg ennek köszönhetően, hogy én itt ezt elkezdtem építeni, annak köszönhetően, gyerekek, én olyan izé vagyok, bazzen így stílusban tudom itt már nyomni az építkezést. Hát konkrétan, jó, volt amikor leestem, kitörtem a lábam, nem is tudom, hogy minek köszönhető volt az, de ezeket az ugrásokat, meg ezeket a szögdeléseket, meg nem esek le, megyek ilyen vékony pallókon, meg
blokkokon. Ez már annyira jól sikerült megoldani. Ja, meg ugye most látjátok, hogy rengeteg oszlopot kell felupgrade-elni következő sorba, egyre kevesebbet, szóval ez így azért egész kellemesen megy, de azért jó lenne ránézni, hogy nehogy véletlenül egy oszlop is máshol legyen, mert akkor már nem csak az izé bomlik meg ugye, hogy most nekem ez a mániám, hogy szimmetria, hanem konkrétan nem oda fog esni az az oszlop, és emiatt lehet, hogy nem jól jön ki. Hát ezeket ki kellett számolgatni itt a keepernek, hát már majdnem ott tartottam bazze, hogy ilyen, nem tudom, ilyen pixelekkel. Tényleg valami milliméter papíron így végig rajzolgatom, hogy hogy jön ki a matek. Na és akkor meg is vagyunk az összes, akkor tök mindegy, hogy honnan jövünk, jöhetünk innen mondjuk. El az látjátok, most már alá van támaszva ez a szekció, amelyik itt van alattam. Elég stabilnak tűnik szerintem. Hogyha ki is lyukad, az a baj, ha ki lyukad, akkor baj lesz. Szóval azért nem lyukadhat ki, tehát nem esett be oda, nem lehet az, hogy folynak be oda a zombik. Akkor nagy baj van. De akkor sem omlik össze. Úgyhogy lehet, hogy csinálunk egy olyat, hogy majd a belsejébe be tudjunk jönni, aztán nem tudom, hogy ott tudjak... Az a gond, hogy ugye ott nincs, hogyha horda van, akkor nincs az, hogy és bármit én tudok, várjál már. Ilyen building blokkot megint 500. Hát itt azért egy-kettő blokkot azért bekökészíteni, mert képzeljétek mennyit kell majd upgrade-elni. Jó, mert cobblestone-ra azért elég könnyen megy, meg valószínű, hogy egyébként cobblestone-on is azért neki tudok állni a hordának, esetleg a frekventált helyeket, azokat betonra fölrántjuk. De cobblestone-ra ugye rettentő könnyű, hogyha van alapanyagot, tehát ásol, akkor igazából bármennyi cobblestone tudsz készíteni, mert ugye ahhoz csak izé kell, csak clay kell, meg kűj, szóval tényleg egy elég egyszerű dolog. Na itt egyébként ezt úgy kell csinálni, hogy ezt ilyenkor így fel kell húzni. Azt az oszlopot ugye olyan magasságban, azt ne felejtsük el, így, itt ilyen, hogy ugye ölelje körbe, innen is tartson az oszlop, meg onnan is tartson, ugye itt az a lényeg, mindjárt jobban elmagyarázom, mert most az oszlop az nem tart semmit. Várja, ugye ide rakok, meg ide rakok, akkor ezt is fogja, érted? Úgyhogy ez így megy, meg akkor itt is fogja, meg itt is fogja, konkrétan négy helyen csatlakozik az oszlophoz a fal. Minden oszlophoz egy, kettő, három, négy helyen csatlakozik. Ami jó. 1, 2, 3, 4 helyen csatlakozik az oszlophoz. Hát igen, gyerekek, ez itt tényleg egy darab izét blokkot nem rakhatok jó, rossz helyre, mert akkor csúnya világ van. Viszonylag szerintem elég gyorsan építhető. Jó, hogy nem voltatok velem addig, amíg itt szenvedtem egymagam. Higgyétek el, hogy lett volna itten cumi. Jó. Oké, és akkor ugye itt már annyi fog változni, hogy az oszlopnak a teteje, nem, és akkor 5 darab helyen csatlakozik a falhoz. Mert ugye mindig az oszlop tetejére is rakunk egyet. Ugye ide kerül az oszlop tetejére most. Ide, így. Oda az oszlop tetejére. És akkor építhetjük tovább, mert most bőven meg vagyunk támasztva már kétszer. Na, hát látjátok, hogy azért ezt szerintem senki nem akarta volna végignézni. Most még ez is sok, ami még hátra van. De képzeljétek ezt, ennek a kétszeresét, mert a másikat azt megcsináltam. Meg az sokkal lassabban ment. Meg ugye lehet, hogy most is kell, de ásnom is kellett sokat. Oké, gyerekek. Mehetünk vissza. Ennyi az egész. És egyre rövidül, egyre gyorsabban fog ez menni. Úgyhogy ne ijedjetek meg, hogy még csak ilyen magasan vagyunk. Ugye permanensen a magassága csökken. A távolság. Mit gondoltok egyébként? Működni fog? Ez a horribilis nagy piramis. És ugye, hogyha még egy-egy réteget rádobok, akkor az még erősíti is magát az áthidaló képességeket is. Szóval mindenképpen jobb lesz.
A belső az brutális lesz, gyerekek, hogy ennyi oszlop így milyen magasan. Biztos gondoljátok, hogy tök jó lenne, a tömör lenne. Nagyjából így próbáltam kiszámolni, hogy mennyivel több anyag kellene, hogyha tömör lenne. Ugye most az oszlopok nál van csak, de minden oszlop között ugye van három rész. Szóval ez egy ilyen, nem tudom, legalább egy ilyen tízszer több anyag kellene. És azt ugye minden együtt fel kéne upgrade-elni is, mert akkor már sok értelme nem lenne, hogy ilyenbe hagyjuk. Úgyhogy borzalmasan, gyerekek, borzalmasan sok anyag kellene hozzá, meg rengeteg munka. Hogyha tömörre akarnánk tenni, és akkor a gyakorlati haszna, hogy tömör nem lenne, inkább akkor érdemes az, hogy minél több réteget kívülre ráhalmozni, erőset. És akkor szerintem egy ilyen 3-4 réteget, valószínű, hogy azért ugye furni nem fogják, egyedül kizárólag a problémát egy dolog okozhatja, a robbantó zombi, semmi más, többi az le van szarva. Ja, meg hát jó a rendőr, de hát a rendőr az a hányás azért akkorát nem damage-el. De most képzeljétek ezt átnézni majd, hogy mennyi a melyik blokk van megsérülve. Ezért lenne jó az, hogyha fejjelre festjük majd. Akkor, hogyha fejjelre festettük, akkor látjuk, hogy melyik van jobban megrepedve. De hát ez iszonyat mennyiségem. Nem tudom mióta rakom, már a harmadik 500-os pakkot használom el. Több ezert, nem tudom, 10 000 blokkból minimum készül ez az egész object. És meg fogjátok látni, hogy előbb-utóbb el fog kezdeni. Nem mondom, hogy akad, de érezhetően kevesebb FPS-sel futni. Na gyerekek, hát megmondom őszintén, hogy már szerintem a felével meg vagyunk. Annak ellenére is, hogy körülbelül a harmadára vagyunk, de ugye egyre rövidebb. Úgyhogy ezért nem akartam, gondolkoztam rajta, ugye megcsinálom gameplaybe, de most kétszer két óra lett volna, csak az, hogy ezeket ennyit megépítek. Ugye hát a nagyja az megvolt, ugye azok ott megvoltak. Ja, meg ott kijavítottam, hogy egyenes legyen, látjátok. A fő tartó élek, azok ilyen tök egyenesek most. Majd kipróbáljuk még így is. Fölcsalunk rá egy zombit, hogy hol fog följönni. De ugye most, hogy kitaláltam azt, hogy konkrétan nem tudnak úgy ugrálni, hogy élére. Mindenképpen ne ilyen 90 fokos fordulatokkal fognak tudni felugrálni. Úgy nem lesz akkora probléma ezzel a... Na gyerekek, hát azért elakulunk ám. Hát ez borzalmasan nagy. Ezt tudjátok mi? Figyeld, bassz, nagyon brutál. Ez gyerekek. És minden kockának megvan a helye. Különben kaki az egész. Ehhez megkerülni bazza egy ide negyed óra. Figyeld. Futok. Most még mindig sprintelek. Fut a karakter. Fut. Öcsém. Ez mi? Ez mi, hallod? Ide, amire fölérnek a zombik. A sniper az nagyon köl. Azt már, arra már nagyon rájöttem, hogy ez jó lenne egy hatos, de hát maximum, hogy elmegyünk esetleg majd csinálni. Ja, egyébként nem haltam meg, természetesen a rész alatt. Még mindig 5 halálnál vagyunk. Bánom egyébként, hogy 5-ször meghaltunk, nem is tudom, ilyen triviálisokból haltunk meg nagyon sokszor. A legveszélyesebb pillanatokat, azokat sikerült mindig túlélni, hanem ilyen hülyeség miatt haltam meg. Azt hiszem 2-szer az uranás miatt. Fú, 1-szer nem is tudom mi miatt. 1-szer beszorultunk valahova még a legelején. Ja, az volt olyan. Na, mindjárt lemegyünk oszlopot emelni. Most képzeljétek, itt valamit elcseszek, akkor ez nem jön így ki. Ez így működik jól. Megyünk oszlopot emelgetni. Itt már nagyon jó állunk. Így jó, akkor föl kéne húzni pár oszlopocskát. Oszlopos tagja legyünk a társadalomnak. Felhúzunk egy csomót. Na mi van, bazze? Ó, már itt vagyunk. Jó, tesó. Ez így nem a legjobb.
Akkor úgy kell csinálni, hogy itt ugrunk föl, és akkor mellette lévőt is építjük, mert már úgy látom, hogy alatta voltunk, bazze. Éj, kipő, mit csináltál? Látod? Már itt ma. Ide jön, ide jön. Nem. Oda megy alá. Úristen, jó messze eltávolodtunk a izét. Célunktól. Remélem, itt még nem törik ki a lábam. Várjátok, az izét meg kéne nézni, hogy nem tudom kifejleszteni. Parkört, mi kell hozzá? 8-as agility kell hozzá, nekünk meg 6-os van. Hát ez elég szomorú. Mindenki... Jó, 2 pont, van 1 pontunk. Ja, 8-as agility-t mindenképp ki akarom fejleszteni. Mert körül a gyerekek most. Bármi is van. Várjátok, én megpróbálok egy ugrást csinálni, aztán valami lesz. Jó, ez még pont ideális a magasság. Meg akkor kéne húzni a mellettünk lévőt. Gyerekek, ki van itt számolva minden, bazze, tiszta mérnökök vagyunk, basszus. A mérnöki tudás. Figyeld, hallod? Fú, bazze. Jézus Mária. Hát így mindig meglátom, és akkor arra gondolok, hogy te hülye állat. Normális. És akkor ezt így, jó, mert így akkor 2-t húzunk egyszerre, várja, nem jó, mert nem jó vagyok. Böszme voltam, ez kör le. Jó, aztán utána már nem sok van vissza, mindig így próbálom magam nyugtatni. Tudom egyébként, hogy ez egy rémálom, de figyeljetek, itt nincsen operált, ezt meg kell csinálni be azzal. Itt nincsen trükközés, itt ezt neked kell építened, hallod? Ez van bazzel. Valaki esetleg gondolja, jönne upgrade-elni, vagy valami, adok neki ilyen mindent. Auger minden játszik upgrade-elni föl. Egy ilyen múlt is részben benne lennék, mert azért már kezdve elfogyni kezdek megőrügyi ide, hogy mondjam ezt szebben. Kezdek megőrügyi, úgyhogy ha valakinek van kedve izéri multiplayerbe következő részt fölvenni velem, az nyugodtan írjon rám, aztán gyűjt. Az a lényeg, hogy nagyon nagy komoly dolgokat nem fogunk csinálni, szóval kubikónika mind az állat. Komolyan. Izéket valószínűleg így fel kell upgrade-elni ezt az egészet. Mindenki gyártja a cobblestone-t, mind az őrület. Aztán valami lesz, jó? Az így kell elképzelni a dolgokat. Azért jó van, már megint kiosztó az ilyen kajakmelót mi. De most ez van, gyerekek. Egyedül is rohadt nagy szenvedés, de most már nincsen kifogás, mert van auger minden. Legjobb cuccokat tudom adni, nem tudom, de valószínűleg egyes szintű lesz az az illető, ugye, aki jön. Az ugye elég kellemetlen, de hát nem baj. De hát igazából upgrade-elés, az nem kell semmilyen max szint. Max szénások, ő meg upgrade-el egy kockánként. Tényleg legyen az már, valaki ha akar, akkor jöhet segíteni, akár több ember is. Toljuk az upgrade-elését ennek a nagy objectnek. Szerintem elég vicces lesz. Na, ez jó ötlet. Úgyhogy... Nyugodtan írjon, aki akarna jönni. Ó, te fiú. Na, mennyi van még vissza, elvileg egy? De jó, hogy már nem, több nagyon ról tudunk ugrani. De ez egy baráti dolog, nem gyerekek? Itt viszont, itt a problémákba fogunk ütközni. Előre látom. Bázzel, látjátok? Egy sebe tiszta vagyok, Spider-Man, nem? Látod? Okidoki gyerekek, mindjárt megvan a broki. Lassan kéz van ez a hata? De bazza megkerülni ezt izé. Ide beceklik a bazza, hogy egyik helyről eljussak a másikba. Rajt. Borzalom. Jaj, nehogy leessél, bazza. Most hirtelen akkorát ugrott, azt hittem. Leessél.
Ja, figyeljetek, hát egyedül, amire ezt felkizélem, van bőven, szögbelövöm, csett, nekiállunk, kette-hárman, esetleg, vagy kettel is akár, ezt a végig csettegetjük szépen multiba, és akkor ez rendesen ugye föl lenne véve az a részegység. Vaj, itt valamit elcseszett a keeper, ugye, azt így be kell sumantani, na. Jaj, ez valami nem is tíből ezzel a izével. Vagy mi a fasz van? Mi történt? Mi folyik itt gyöngyös a gyerekek? Nem az, azt is rossz helyre raktad. Itt valami nem is tíből ezzel az oszloppal szerintem. Vagy igen? Lehet, hogy itt nem kell róla bekötni ezt. Na, a nagy észkobbáj. Aha, ezt lehet, hogy egy a följebb körülbóra bekötni. Hát. Na, jó ez itt, nem? Csak ezt akkor nem kötötte be. Valami meg vagyok keveredve, rendesen gyerekök. Jó, az így. Lehet, hogy ezt nem kell volna még bekötni. Ez nem baj. Lehet, hogy egy szinte följebb kell volna bekötni, mi? Valamit belekeveredtem, öcsém. Már megint mindenhogy jár az eszem. Csak ott nem ahunk kell le. Lol. Jó van, no problemo. Ujj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 
valamikor nem. Csillagromboló. Na várják, kellene csinálni ilyen building blokkot. Gyerekek, el tudjátok képzelni, milyen fárasztó ezt csinálni. Ez egy ilyen olyan halálmonitor ez a meló. Ez rendesen, most képzeljétek, két órán keresztül konkrétan melózol, bazzal. Tiszta olyan, mint hogyha munka lenne. Mármint ugye a monotonitásából kifolyólag. Mondom, most nem fogok kizéri, erend vágni, mert ezt kell csinálni, természetesen, de nem annyira veszélyes a bóka, de ja, hát itt szerintem azt fölöslegesen kötöttem be még. Aztán annyi baj legyen, nem? Még stabilabb lett a dolog. Ja, hát azt egy lejjebb is bekötötte. Hát maximum kiszedhetjük, de hát sok értelme nincs. Csak egy baj van, valószínűleg ki kell bontanom. Nem fogom tudni felupgrade-ölni, tudod? Aha. Azt igen hamar bekötöttem azokat. Ja, egy elejjebb már be lett ködve. Oszlop, hát igazából jobban tart, csak az upgrade-eléssel lesz probléma. Ugye? Na mennyi van még vissza? Ott ez már fele megvan bőven. Az meg már szerintem kevesebb mind a fele időbe. Maga a struktúra ugyanaz. Csak annyi, hogy egy lejjebb is bevet ködve. Fölöslegesen. Ez jó, ugye? Hát az jó stabil lett akkor azok az oszlopok. És tényleg ugye annak köszönhetően nem férsz hozzá. Mert így, ahogy ez van építve, ezt így, az összeset tudod felupgrade-elni. Kívülről és belülről. Viszont akkor ugye, hogyha túl sok vastagon került, akkor nem. Ugye ezt úgy kell csinálni az upgrade-eléset, hogy kívül végig megy az ember, és akkor belülről, amit lát még kockát, mert fog látni, mert ezeket, amik így beépülnek, ugye tartják a következő sort, azokat ugye revéred el upgrade-del. Tehát akkor azt fel kell húzni belülről. Hát semmiképp nem maradjon ilyen blokk. Robbanik egyet, nem tudom, hogy átmegy-e a falakon a robbanás, de robbanik egyet a robbantós, azt kicsop mindent onnan, érted? Az úgy kellemetlen. Na, gyerekek, most már értitek, hogy miért a videóban volt mi.
fővéve. Ez egy ilyen, esetleg egy ilyen, tudjátok mire emlékeztet? Ilyen Minecraftos timelapse. Hogyha egy, még egy szemlélő lenne, és akkor verné, tudjátok, szóval úgy lenni, hogy úgy van felvéve, hogy ilyen, mint hogy a külső nézetben történnének az események. Hát ez körülbelül egy olyannal, olyanra hasonlít, de azt látnátok, hogy lefutkozok. Ide-oda, ide-oda. Azt a bötyár. Azt a bötyár, bazze. Gyerekek, emellett aztán lesz ilyen meg a megalofóbia vagy mi. Emellett az épület mellett. Főleg a belsejében. Valamilyen szinten ki kéne világítani a belsejét is, hogyha valami bármi van. Azért lehessen látni. Hát, maximum ideglenesen is. Jó van, gyerekek. Hát figyeljetek, több mint a felével meg vagyunk. Utána ugye a külső falakat kéne megcsinálni, a lépcsőket kéne megcsinálni, fel kéne upgrade-elni azokat a dolgokat, amikre nem építhetünk egyelőre, mert vannak olyanok, ugye a külső két lépcsőt, hátsót, azt ugye nem tudod addig berakni, ameddig a külső, az egészet ugye nem upgrade-eled, ott a hátsó szekciót, mert akkor lesznek olyan blokkok, amik sajnos takarásba fognak lenni. Azért nem tudom. Azért nem tudom, hogy mennyire ment el az eszem, néha így elgondolkozok rajt. Hogy azért, keeper bazze, te hülye vagy. Na. Throne and Liberty. Norvég játszva izét. NCSoftnak az új MMO-ját. Nagy NCSoft MMO rajongó vagyok. Lineage 2-vel kezdtem még annó. Utána játszottam, nem tudom, Guild Wars 1-et. Akkor Guild Wars 2, ugye, azt is. Utána játszottam NCSoft-tól, kipróbáltam. Hát Aeon-t azt nagyon sokat játszottam, Aeon-t ugye. Ez konkrétan az úgy volt, hogy elővételbe vettem meg Collector's Edition-be, meg mindenbe. Ezt nagyon szerettem. Azzal nem is olyan régen hagytam abba, ugye most ilyen klasszik indult, abba is voltam. Meg az nagyon jól is ment, abba ilyen EU-top 20-ba ben voltam. Ezért tankok között, a templárok között, ugye az ilyen paladin tankkarakterek között. Hát ilyen rendes hivatalos ranglistán. Úgyhogy nem voltam bálna, szóval nem költöttem rá. Nyilván akik ráverik a félvanyonokat, azok még jobban. Még följebb vannak a ranglistán, na mindegy. Azzal is játszottam, Blade & Soul-t kipróbáltam, viszont ezt, az MMO-t úgy döntöttem, hogy nem. Úgy döntöttem, hogy nem akarok többet MMO-zni. MMO-k azok ilyen rohadt jó játékok, nagyon-nagyon szeretem őket. Nagyon furcsa ez a dolog, mert nagyon szereted őket, de viszont elveszik az életedet. 8 órákat ráölsz, napközben is azon kattogsz, mit, hogyan csinálj. Hogyha nem ölsz rá 8 órát, akkor meg nem vagy releváns. Akkor nem fejlődsz, akkor nincs értelme játszani egy MMO-val. Ilyen koca MMO játékosnak nem érdemes lenni. Hogyha, mit tudom én, ilyen min-maxos karakter szakasz lenni, tehát ilyen progresszet akarsz tolni, akkor ott minimum a 8 órát lehet naponta számolni egy MMO-ba. De akkor az minimum, meg akkor hozzá kell szabnod, az abban a gyerekek lassan szakadunk le, úgyhogy le kell mennünk, akkor oda kell szabnod, hozzá kell szabnod konkrétan az életedet. Olyan szinten, hogy mikor vannak raidek, Mikor mentek instába, mikor mentek ilyen bossra, mikor vannak siege-ek, ugye, mit tudom én, PvP mikor van, és az idődet, az idő beosztásodat, hogyha nem szabod hozzá, akkor konkrétan akkor azokat bukod, azokat az eventeket,
nem tudsz benne részt venni, és emiatt is ugye hátrányba vagy. Szóval, fú, nagyon. Ismertem olyan csajt, nem is, hát most egy éve ugye játszottam én nagyon sokat Aeonba. Ő ilyen nagyon min-max player volt. Ben volt szerintem a top 10 playerbe vajt, hogy nem. Jó íze is volt, PvP, de is rohadt jó volt. De ő neki konkrétan nem, egy az, hogy nem dolgozott. Az időbeosztása 100%-ba a játéktól függött. Az nagyon durva volt. Csak az a baj, hogy tényleg, hogyha így akarsz játszani egy MMO-t, hogy benne akarsz lenni mondjuk a... Most mondom, hogy a top 10-be, vagy a... Nem a legjobb akarsz lenni, mert a legjobb az biztos, hogy 20 órát tolja, 24-ből. De hogyha valamennyire akarsz érvényesülni, hogy az endgame contentet azt kihasználd, akkor ott iszonyat időt bele kell ölded. Fél életedet rá kell tenned. De hogyha meg úgy játszasz, hogy ilyen kocaként, meg mi értelme van? Oké, hogy elszórakozol a játékkal. Biztos lehet azt mondani, hogy jó, én el vagyok vele. Hát... De a MMO-nak pont a lényegét akkor... Nem annyira... Ez az? Az volt az. Nem annyira éled. Meg hát tényleg a játéknak az endgame contentje egy ilyen MMO-ba ugye az arról szól, hogy a legjobbak, a legnehezebb, legerősebb raidekre tudnak menni, vagy pedig instákba, vagy bossokra, hogyha nem vagy nem progresszelsz bennük, akkor nem tudsz elmenni ezekre a helyekre. És akkor nem tudod megtapasztalni az endgame contentet. Ha el is mész, nem tudod megcsinálni a bossokat, az instákat, a raideket nem tudod megcsinálni, akkor ugyanaz, mint hogyha nem mennél. Vagy nem ugyanaz, hanem mert még sikerélményed se lesz. Szóval inkább negatív irányba fogja befolyásolni. Na, úgy gyerekek, azért ez az oszlop építés a leányálom kategória, mi? Jaj, bazzeg! De kik a Gyüni? És akkor hogy volt? Oda, ugye? Hogy jaj, de jó. Ja, az alsó oszlop, az látható is. Látjátok, hogy ez túlságosan be van építve szerintem. De mindjárt megnézzük. Az a gond, hogy itt már magasabbra nem nagyon kell ugrani. Viszont ez a trükközni, mert félek, hogy törne a lábam. Az az alsó oszlop, de nem tűnik annyira, látod? De. Ugye úgy van beködve, hogy csak egy-egy, az meg úgy van beködve, hogy duplár. Ott az a blokk, az sok. Kettő darab blokkkal több van, mint kellene. De az, amikor upgrade-eljük, akkor úgyis fel kell majd venni, és úgyis üzelni kell. Mert hol vagyok? Mit akarok csinálni? Ja, most már bazza, izé. Most már mindenképpen valahogy... Máshogy kell be kiérünk. Igen, amikor upgrade-eljük belülről, akkor úgyis fel kell bászni, akkor azokat ki kell szedni. Na gyerekek, mi a szituáció? Jaj, billig blokkot kell craftolni, megint egy 500 darabot. Bazd gyerekek, ez komoly ez a munka. Ja, meg ugye ott van a MMO-kban a craftolás lehetősége, amiben szintén időt kell fordítanod. Aki ilyen nagyon nagy MMO-s, az konkrétan így mindig megy a gépe. És mindig be van logolva, ugye. Mi is azt csináltuk, amikor most is klasszikoztunk. Folyamatos be vagy logolva. Ott állsz az aukciós háznál, nézed az izéket, nézed, hogy mi drága, mi olcsó. Miből lehet üzletet csinálni, nézed a chatet, hogy éppen mi. Nekem volt olyan, és ez lehet, hogy aki nem MMO-zik, az túlzás lehet, hogy egy ilyet elmondok. De például
egy olyan szituációk vannak már akkor, hogy nekem volt olyan, hogy a tévémen ment egész éjjel a cset, kiragva, mert mondjuk akartam menni valamit, ami ilyen nagyon ritka cucc volt, és ugye azt úgy tudtam megvenni, hogyha árulták éppen a csetbe, és emiatt egy folyamat kellett nézni a csetetbe, az nagyon kemény volt. Igen, úgyhogy az ilyen. Jó, itt még nem törik ki a láb. Oké, gyerekek, akkor jöhet a következő sor. Itt viszont egyébként már, talán tök jó, mert kevés oszlopot kéne húzni. És azon gondolkozok, húzzak-e oszlopot, de szerintem nem kell. Menjünk föl, aztán beépítjük a maradékat, és akkor megnézzük. Ja, az a gond, hogy ezeket a falakat is fel kell építeni, ezek is borzalmasan sok alapanyagot fognak felemészteni. Ez meg mi? Ford? Bong? Olyan messziről, mint egy Ford felirat. Super, tök jó. Azért haladunk ám. Igaz, hogy azért ez, gyerekek, hát hogy haladnánk gyorsabban, ez borzalmasan sok munka. Jaj, bazze, hülye vagy! Na bazze, sikerült eltörnöm a lábamat. Magam alá raktam azt, de már késő. Na, ez tök jó, hogy eltörtem, hogy kificamítottam a lábam. Legalább tudjuk, hogy ott kificamítjuk. Jó, muszáj felugrálom, úgyhogy most fájni fog. Emelkedni fog. De majd mindjárt nem. Bazze, elfelejtettem, hogy itt ma... Úgy emlékeztem, hogy magasabban vagyunk, de ezek szerint nem. Na, innentől majd nem ugrálunk. Aztán meggyógyul. Ja, ez szerintem egyébként tök magasról leesek. Akkor is ez a max 5 perc. A kificamodás. Törés már nem is nagyon szokott bejátszani. Szóval annyira nem veszélyes, ugye, hogyha felupgrade-elném magam. Parkour maxra, akkor ugye abszolút ez nem történik meg. Csak HP-t veszítesz. Úgyhogy ez tök jó. Jó lenne meggyógyulna, mert kéne ugrabugrálnom még. Ja, aztán megfogadtam, hogy nem akarok MMO-zni. Akarnék, mert imádom. Nagyon szeretem az MMO-kat. Az MMO-knak van egy olyan extrém jó hangulata. De figyeld, már megint 3.30-ra fölment. Miért? Az ugrás miatt? Hogy rohadjon meg. Itt soha nem fog meggyógyulni. Van egy nagyon jó hangulata, tök jó közösséget lehet kiépíteni, amikor DC-n folyamat emberekkel ugye kommunikálsz, össze kell dolgoznotok, sokkal jobban, mint máshol, mivel ugye különböző klasszoknak megvan a különböző funkciója, amik csak akkor tudtok érvegyesülni grupba, hogyha mindenki megfelelőképpen csinálja a feladatát. Hát itt az a baj, ugranom kell megint. Bazza meg, van megint ide. Szóval 3-8-ra. Meg jó, meg nagyon jó ez, és jó MMO-zni. Csak tényleg az életedet elviszi. Vovosok, nem tudom, vannak-e itt valaki, vovozott-e, vagy vovozik-e, ezt tudja. Ez sajnos ilyen. Látjátok már, milyen gyorsan átérünk egyik oldalról a másikra? Pikpak. Hát legalább már szerintem egy harmada csak a távolság. Nézzétek, egyre kevesebb. És ugye itt már egyre durvább a látszik, hogy egyre kevesebb, mert kapásból ugye mindig két blokkkal kevesebb elvileg a távolság, de ugye minél kevesebb blokk, mondjuk 10 blokkból két blokk, az már 8. Kettő blokk, vagy mitől, 4 blokkból kettő, az már csak 2, tehát ott már 50%-ára esik vissza. Szóval ez itt tök jó, gyorsan tudsz itt már haladni a tetején. Ja, hát próbáltam beszélgetni, szinte ilyen podcast jellegű ez már. Hát ezért nem akartam én azt csinálni, hogy az egész izé legyen videóban, mert mondom, megőrültek gyerekek. Na, valami olyat kéne csinálnom egyébként, azon gondolkozok, amikor nem kell ugrani, mert ez nem fog soha meggyógyulni így. Meg
itt levegyek, én van egy olyan érzésem, hogy biztos, hogy ez megvenni fog. Egy ugrásban az a jó sokat visszatermel. Ez brutál, nem gyerekek? És nem jött egy zombi sem, mondjuk azt észre sem vesznek itt fent. Szerintem már bőven 30 méter magasabb vagyok. Hát ott itt már nagyon gyorsan megy, és egyre gyorsabb, és tényleg mindjárt ilyen szinte egyálló helyből tudod pakolgatni ezeket a blokkokat. Na most megint ugranom kell, és megint felmegy. De vagy egyre többször. Mindjárt befejezzük ezt a falat is, és akkor utána már csak a hátsó falakat kell megcsinálni. Meg ugye az upgrade-elés, de tényleg az lehet, hogy multiba, én nagyon örülnék neki, hogyha valaki jelentkezne. Meg gondolhassátok, hogy mennyire. Meg mindjárt még ugye nem is tudom, három vagy hány darab oszlop van vissza, nem is olyan sok. De meg egész jó kis konstrukció lett ez. No, álljátok, egy kicsit lehet, hogy pihenni kellene. Bassza, kéne csinálni cobblestone-t. Mindenképpen upgrade-elünk, mert akkor ugye jön az XP egybe főbe. Figyeljetek, ez, nem tudom, ezt kidobom rákba. Ne legyen itt, nincsen valami még, ami nem kell annyira. Jó, a favágásból jött méz is. Oké, szuper. Nagyon jó. Jó, jön a cobblestone egybe főbe, nekünk az köl. Nekünk az köl. Egyébként ezt a vasat lehet, hogy lesz kreppelebb már csak azért, mert leszarom, az annyira nem kell nekem. Ja, most nem akarok nagyon mozogni, jó lenne, hogyha meggyógyulnék. Annak tudnék örülni. Ja, ott van, látjátok, az az árakasztást a végig. Hát innen nem tűnik olyan nagynak, elég nagy, amikor ásod. Oké. Jó van, gyerekek. Gyógyuljak meg, ne haragudjatok. Az a baj, hogyha szerintem itt lefele megyek, várjál. Nem, lefele megyek, akkor nem. Jó, akkor lefele megyünk. De, bazza, ilyenkor is. Jaj, nem mozduljon, köcsém. Jó. Brutál, nem? Nagyon durva. Nagyon kemény. Az egész szinte már olyan, mint egy ilyen egy darab tárgy lenne. Mármint ilyen, tudjátok, mire emlékezted? Van az a hangszigetelő ilyen anyag, amit föl szoknak rakni falra, főleg ilyen videósok, meg ilyen stúdióba is. Ugye? Hangstúdiókban is körülbelül úgy néz ki ez az egész. Nagyon durván néz ki. Tetszik. Hát ennek az upgrade-elését én egyedül szerintem megbolondulnánk körülbelül. Úgyhogy lehet, hogy tényleg örülnék neki, hogyha segítenének. Figyeljetek, én csinálok egy millió cobblestone-t, aztán más nem kell mind csettegetni ugye ezzel. Hát ezzel ugye mindenkinek ugyanannyit tart, szóval ez nem kerül semmiben. Kaját, piát én állom, gyerekek meg vagytok hívva utána vacsora. Aztán lőhet neki veretni. Tudtok hozzám csatlakozni simán. Jó. Na, akkor az van, hogy ja, ilyet is kéne egyébként craftolnom, de legalább fogy egy kicsit itt a dolog. 64 percig craftolja, jaj, gyerekek, hallod? Brutális hülye vagy, bazzeg, akkor hülye vagy, 64 percig craftolja. Azt a cobblestone mennyiséget, 10 000 darab volt. Lol. 10 000 darab cobblestone. Jó, mondjátok. Az 1000 darab blokkra elég, az még nem is lesz elég, halljátok. Na jó, menjünk tovább. Nem kell eltörnöm a lábam, okos, belemegyünk. Brukt át, ez felfogott. Hát nézzétek, majdnem elér bázisovig. Jézus úristen, hol van-e? Egyébként hoztam ide magamnak valami motort, vagy valamit. Hogy elmentem vele, ahol én mentem. Mert itt volt valami, mert izéltem, mert közlekedtem vele. Olyan akkor a távolságok voltak, mondom, a tököm az. Na figyelj! Ha? Ez ilyen... És akkor ilyen, mész a másik oldal, ja, itt folytatódik. Ja, jó van, hülye vagy keeper, mi? Nem? Így meg nem tűnik olyan nagynak. Aha, semmi. Negyed óra, míg elérek. Hát tényleg az lesz, az egy autóval közlekedek, vagy bármi. Mindjárt kifogy.
Ezzel mindenben is elakadunk, mi? Ah, ez jó szar. Mondtátok. Autót nem is nagyon használtam, mert mondtátok, ez jó fosodó kocsi dolog. De tényleg így mindenben elakad. Jó, van, kraftoljuk a cobblestone-t, mert arra is szükség lesz. Itt... Várja, hol vagyok? Hol vagyok egyet? Ja, egy darab oszlopban már csak vissza. De hülye, várja. Nem egy darab oszlopban, hanem hülyeséget csináltam. Na jó, ezt a kettő oszlopot meg az alattam lévőt azt húzzuk. Körülbelül nem látni semmit már ebben, mert ilyen tök sötét lesz. És ennyi erővel akkor húzhatnánk azt is. De várj, azt nem húzom. Mert valamelyiken föl kéne még ugrálni, ugye? Meg föl kell húzni az összes oszlopot, aztán akkor már csak adja, hogy befedjük a tetejét, azt is találja. Ha nem látsz el a másik végéig körülbelül, egyik végétől a másik végéig, akkora íze távolság van. Jaj, te! Jó, egyébként nyomást szerintem nem nagyon fejt ki. Hát az oszlopokat, oszlopokat kér először felupgrade-elni. Mondjuk azért gratulálok az oszlop felupgrade-eléshez. Hát az úgy kell, hogy középen mindig majd egy oszlopot felhúzni, azon felugrálni, aztán ugye négy irányba upgrade-elgetni az oszlopokat. Azt utána jöhet majd a külső rész, hogy ahogy véletlenül összeomoljon, vagy bármi, nem tudom, hogy ilyen nyomásra is érzékelje az a fizika ebben a játékban. Tehát most én ide lerakok egy ilyen blokkot, akkor rápakolok 100 darab vasblokkot, akkor az össze tud-e roppanni. Bár ezt ilyet még sose tapasztaltam, hogy össze roppanna. Na, gyerekek, és itt ez meg már az is már, nézd már, már be van épülve. Látjátok, elég masszív egyébként ez a struktúra, mert nincs alátámozva, akkor is egész jó. Ez ilyen sejtelrendezés, vagy minek nevezik. Jézus, rendesen szédülök, azt tudom, merre van előre, hallod. Na jó, ezt föl kéne ezt is csettinteni, amilyen magasra tudjuk. Oké, így. És akkor le kéne valahogy szankázni. A jokosba. És akkor jöhetünk eden is föl, nem? Muszáj eden is, mert ezt csak így érem el. És már 14 óra öt, látjátok? Hogy már mennyi idő elment? Már két napja építem folyamatosan, de szó szerint folyamatosan. Semmi más nem csináltam, annyi, hogy elmentem túrni a földet, de hát az is azért nem olyan sok ideig tartott, mert rohadt gyorsan lehet ezzel az augerrel már bányászni. Két napja építem ezt a kócerájt, és még körülbelül annyi, hogy most vagyunk, talán nem is tudom, ilyen 60%-os készültsége, és még fel kéne upgrade-elni, bazze. Érted? Úgyhogy lehet itt izéni maki-makizni. Hogyha hárman, kette-hárman lennénk, legalább ketten lennénk, akkor azért... Egyen jobban menne, nem? Tudnánk közben beszélgetni szép dolgokról. Jaj! Leugrok. Na nem tudom ki a lámon, látjátok? Nagyon prok vagyunk. Na itt meg fel tudok menni, és ezt a kettőt meg fel tudom upgrade-elni. És akkor oszlop már nincsen probléma, oszlop téma megoldva. És ki tudjuk próbálni most, hogy így rálátunk-e az egészre majd, hogyha... Megcsináltuk. Gyárekek, mit csinál a képebb azzel? Mint ezt megköszakítanom sajnos. Meg kell csinálnom building blokkot, egy 500 darabot megint. Crafting! Jó. De egyelőre csinálok bejáratát ennek az egésznek. Ugye egyszerű megcsinálom úgy a bejáratot, hogy úgy kelljen beugrani, vagy bármi létre, vagy valami csoda. Nem kell ajtósa rá, meg semmi extra dolog. Na, ezeket ugye fel kéne még húzingálni. Úgy. Hát ez hova? Úgy, sikerült, ugye? Gyárekek, figyeld! Úgy néz ki, mint egy ilyen hatalmas nagy víztároló. Pest alatt is van az a nagy víztároló, amelyik ilyen... És tök durva, hogy minden fut, minden tökéletesen fut.
minden hibátlan. Az összes izé, oda nézzetek be azért. Hát nem tudod átlátni az egészet, akkor a hatalmas objektum azért lett ebből. És itt már csak egy oszlop, és azt figyeljetek, ez 2 perc alatt már fel lehet húzni. Milyen furcsa lesz, figyeljetek, hogy itt még tök sok van, azt hiszed, és adani, figyeld. Tudod, milyen gyorsan meg lesz? Ne se hiszed. Itt már nem kell nagyon sokat mászkálnod. Figyeld. Két percen belül meg lesz ez már. Ugye erről beszéltem, hogy itt fönn már nagyon gyorsan halad a dolog. Azt tudom, hova rakovább. Hát, oda rakjak be. Rakok egyet. Jó, na gyerekek, kész van, és körülbelül, hát, na figyelj, innen, szinte egy vonalba látod az egészet, innen, erről a blokkról. Látod? Így. Látod, végig ott is hajonnák. Végig látod itt is, és végig látod itt is. Egyenes vonalba belátod az egészet. A lépcsőt innen nem látod, ott az hátrébb kell jönni. De talán akkor azon nem lesz gond, hanem azzal simán, ott simán följönnek. Maximum megcsináljuk azt, hogy ilyen félkörös lépcső legyen, hogy onnan jönnek, akkor is szépen akarjanak. Jó, kész van. Konkrétan ez a része. Ez brutál. Jézus, nézd ma. Negyed óra bazza leérni róla. Ilyen, ez nagyon kemény. 14.48, van jószor idő van. Egyébként nagyon szívesen kipróbáldám, csak az a baj, hogy el fog veszíteni. Itt voltak valami... Jézus úristen. Mármint az, arra vagyok kíváncsi, hogy hogy akarnak megjönni, milyen irányba. Hol volt? Itt volt egy sátor valahol, nem? Oda biztos beszpónolnak újra a zombik. De hol az a sátor? Ez az, vagy mi ez? A hirdető tábla, vagy mi ez? Sajtor itt jön külön lenni. Rattu nincs itt senki. Jézus, mekkora piramis more! Na valahonnan szerezzük már egy zombit, vagy valamit. Nem hiszem el, hogy nincsen. Na, ott van egy-e. Gyere, papa! De ugye nem köpködsz? Bazza, nem futnak a zombik, nincsen egy így szaka. Nem baj, az ugrálás az ugyanaz lesz náluk. Gyere! És most azt fogom csinálni, hogy nem engedem leakasztani magamról, tehát nem távolodok el. De lemérjük stopperre, hogy mennyi időt térnek föl, és semmivel nem fog ezért, nem fog gyorsabb lenni akkor se, hogyha rohannak, mert ugye az ugrálás az ugyanolyan gyorsan történik. Hogyha sprintel a zombi, hogyha nem sprintel mindenképpen. Ugye ide készítek én egy stoppert kobolyabb oldabb gyerekek. Rohadtul kíváncsi vagyok, mennyi időt fog viszont. De gyerekek, kifogtam a világ leglassabb zombiát meg. Gyere. Azt a bőtjár, gyere ma. És akkor hátsó falakat kellene egyébként megcsinálni. Én arra gondoltam. Fölülre, nem tudom, egyelőre szerintem nem rakok ketrecet, ki fogom én ezt bírni, de a piramison el tudok én. Meg az a jó, hogy ebben a piramisban meg tudom úgy szivatni őket, hogy lejövök, lecsalom őket, és felugrálok, és én sokkal durvább sebességgel fel tudok ugrálni, szóval konkrétan így le tudom őket akasztani, meg tudom szivatni őket. Akármennyire is jönnek, mitől le, vagy pedig lehetne valami íze, valami csúszda, vagy valami, ahol le tudok jönni, és akkor lejönnek ők is, és megint megszivatom őket, vagy valami. Na gyere barátom, bazd, olyan kurva lassan, vagy nagyon lassan jössz, csak már látod, csúnyán beszélek miatt. Meg kell jelölnem hol a közepe, mert konkrétan nem látom be az egészet. Meg ráadásul pont ilyen időnek kell lennie. Ez mi volt ez a süttyen, és miért beszartál? Nem hallottátok? Bazd, ez bedurrantott a csávó. Na? Szétverem előtted, nehogy belekeveredjél, jó? Nem tudom, hol a közöpernek. Az útfele nézel, hogy legalább... Gyere! Hát ez hihetetlen. Nem bírom! Mert igen, jó lassan jön. De ugye a sprintelő zombi is ugyanilyen lassan fog ugrálni, mint ez.
Úgyhogy az ugrálással, jó, én figyelj, leülök ide addig, mert már fáj a lábom, komolyan mondom, itt tartani ezt a kalapács. Itt üdögelek, jó? Azt gyere ide! Hú, bazzeg, kifogtam a világ leglassabb zombiát, öcsém, ez nagyon brutális. Jó, gyerekek, gyere már, érjél ide, vagy valami legyen veled, már mindjárt megőrülök. Gyere, itt van a halálpiramis, more. Na, meggyűjtél? Jó van, akkor figyelj, na. Amikor ide ér, akkor indítom a stoppert, jó? Na figyelj, hogy fog ez följönni, meg minden, hogy mennyi idő alatt. Na, amikor eléri az elsőt. Dír, indult a stopper, gyerekek. Ugye az ugrálást, azt... Ez egyébként beszarik ilyenkor, vagy mit sem? Látjátok? Ide-oda ugrál. Ugye ő nem fog tudni átlósan. Szóval ez így jön. Mennyire jön fel egy zombi, arra vagyok kíváncsi, ugye? Látjátok? Mert egyébként a sprinter a zombi pont ugyanilyen gyorsan fog ugri-bugrizni fel. Ez néha bedurran szerintem a gatyába. Komolyan. Besittyent. Na, fél percnél járunk. Hát ez eléggé lassítja a zombikat, van egy olyan érzésem, nem gyerekek? És ez tényleg, itt ugye már elveszik az előnyük, hogy sprintelnek. A sprintelő is ugyanígy fog ugrálni. Hú, szerencsétlen, Gyevi. Ej, testvérem. Na most vagyunk egy percnél. Na és akkor mindjárt megmutatom, hogy mire gondoltam, hogy tudom őket megszivatni, ha nagyon el akarnák látni a bajomat. Hogy milyen opcióba gondolkodok. Na figyeljetek, ez konkrétan most van. Hát 1 perc 23, másfél percig tart, míg följönnek. Figyeld! És én csinálok egy olyat, hogy leugrok. Mit csinál ez? Fölment. Itt vagyok, hello haver! Aha. De viszont sprintelve rohadt gyorsan lejönnének, ugye ez most nem sprintelős. Én meg ugye viszont sokkal gyorsabban tudnék feljutni, és akkor így konkrétan meg tudom őket kerülni, meg tudom szivatni. Le tudom őket csalni majd, és akkor fel tudom őket újra. Jó, bocsász. Muszáj volt, már meguntam ezt a nagy debilállatot. Ja, hát ez egy nagyon brutális ez a projekt lesz. Hát valamit kéne még zsinálni, de gyerekek. Már miért ne? A cobblestone-unk az... Várjál. Cobblestone-unk van 1000-2000 darab, azzal elleszünk egy darabig, legalább megáll most az eső. És hogyha esetleg jön egy gyorsabb zombi, majd ezt megnézzük. Kellene egy kicsit upgrade ügyi. Itten arra gondoltam, az oszlopok alján minimum. Meg itt a... Hogy végig upgrade-elem a külső alsó részt, minimum. Elnézést, te! Ennyi munkája lenne annak, aki jön, mert közben beszélgető különböző exotikus, érdekes témákról. Hogy mondjuk a hangyák nemi élete, vagy bármiről is. Vagy esetleg, hogy... Fog-e működni ez a horda váró, vagy nem működik. Meg esetleg, hogyha gondolja, akkor maradhatna a hordára is. És akkor nem egyedül, hanem ketten vannak neki itt a dolgok miatt. Ő lenne Don Quixote de la Mancha mellett a fegyverhordozó. Nem a... Én lennék az ő fegyverhordozója. Elnézést. Na, upgrade-es. Na, hát itt azért jön az XP, na. És képzeljétek, hogyha ezt az egészet felrántanánk, akkor azért jönne egy-kettő darab XP. Egy pár ezer blokk azért van, úristen, figyeld. Sprintelve futok végig mellette. Brutál mennyiségű. Ja, Nelly írta egyébként, hogy lehetne ugye lassítani őket, vagy sorba rendezni különböző olyan blokkokkal, amire nem tudnak fölmászni. Ugye a piramist azt meg lehetne egy kicsit bolondítani olyannal, és ez nem hülyeség. Mert ugye sokkal könnyebb lenne lelövöldözni őket, hogyha sorba gyűlnek. Mi van? Néha elakad a
folyamat. Oké, okay, gyerkőcök, akkor annyit kellene csinálni, hogy a, ennek az alját minden egyének, mert ugye akkor le lehet rakni majd a padlószintet, mert a padlószintet azért akarok, igaz, hogy sok értelme nincs, de legyen, legyen padlószint. Nem tudom, az már csak ilyen esztétika, igazából sok értelme nincs, de lehet, hogy egy picit masszívan tartja, hogy az oszlopok hozzá vannak ködve, ugye. Vertikálisan is, vagyis horizontálisan. Na srácok, ugye látható, hogy belül van még egy sor, ami nem lett felupgrade-elve, pedig kívül már végigfutottunk, ugye ez amiatt van, hogy gyakorlatilag minden sor dupla vár ebbe a pozícióba. Szóval igazából dupla sor minden egyé. Így még minden egyik fel lehet upgrade-el, de hogyha már vége egy sort raknánk, akkor már nem, ezért kell azt csinálni, hogyha upgrade-el is után pakoljuk majd szépen a sorokat végig. Hát nem ördögösség megcsinálni, de oda egy nagyon nagy odafigyelést igényelt ez a dolog. Megvan az összes, alsó, igen. És akkor annyi kellene még, gyerekek, hogy igen, a belsőt, ezt ki kellene húzni. Mert ezt sem fogjuk tudni upgrade-elni ma. És akkor ugye ki lehet önteni konkrétan, ki lehet betonyozni. Ki van zsalúzva, ki lehet betonyozni az alját. Ami megint azért nem kettő darab blokkból áll, sajnos. De hát ez van. Na mi van már? És ugye szépen egyre följebb kell venni, kívül először mondjuk, utána belül. Csak ugye mindig úgy kell csinálni, hogy a sorok azok kívül belül menjenek, mert különben nem fogja bírni, mivel ugye ez a belső rész tartja igazából a külsőt. Tehát ha külsőt felupgrade-el, akkor a belső fogja tartani, hogy nem biztos, hogy jót tesz neki. Hogy az meg sima OSB labú vagy megcsigyálva csak. Jó. Oké. Okay. Jó van gyerekek, eddig ez egész jó, kellemes. Annyi, hogy... Muszáj lesz. Upgrade-elgetnem itt. Feltétlenül. Na ugye ide jön a lépcsősor, a dupla lépcsősor. Vagyis az a lépcsősor, amelyik ugye bevisz oda. Hát azt már nem engedi. Ugye két oldalán azt a lépcsősort megcsinálom, azt utána meg maximum kitöltjük majd együtt ezt a hátsó falat. Csak legyen a lépcsősor elkezdve megcsinálva. Mert különben ugye, nem azt mondtam, hogy ezeket jó először megcsinálni, azt utána. Hát, itt például nem készült el, mert már rátakart. Mi hányzik? Jó, el is fogyott a kablosztóra. Hát az igen, gratulálok. Akkor hadd menjen. 10 000 darab. A végtelenségig. Na baj, hogy most egy kicsit, most lekotkuráltunk. Jó van gyerekek, baszik, mekkora egy épület lesz. Nem tudom, hogy kb. Meddig kellene elhúzni azt a lépcsősor dolgot, de szerintem legalább egy eddig, ugye? És akkor várjátok, ennek hol van a pontos közepe? A pontos közepén én gondoltam én, hogy legyen egy ajtó, és akkor azt úgy tudnám megoldani. Várjál, akkor itt ezt meg is építem, hogy a... Ez az ajtó dolog, ez készüljön el. Nekem jó lenne, hogyha lenne egy ajtó. Csak az ajtó nyílást ezt elkészítjük.
És akkor azt úgy kellene az ajtó nyílása szerintem. Ó, bazd meg, de miért? Ugye az van, hogy a tartotta a tetejét. Látjátok, hogy semmi történt itt a képer hülyesége miatt? Nem jól szedtem ki, az egyik oldalát tartotta és nem volt elején. Hát ez brutál. Na, tettek ide ezt a behintette a bocskot. Ember legalább Gabstone addig készül. Hát jó lenne nem összerönteni ezt az egész kószerány. Na. Semmi probléma, semmi probléma. Legalább akkor én most meg tudom építeni normálra. Normálisan. Na, akkor a ajtó gyillás, ez körülbelül ott kéne lenni, arra gondoltam. És akkor én kívül belül meg lajtortjával majd megoldjuk. De viszont akkor ezt itt fölé fölmegyünk. Azt felhúzom azt a elbaszott részt, amit itt sikerült elcsesztem. Hát ez jó sikerült elkurjantanom. Jó, hogy nem szakajtottam le, de látszik legalább akkor, hogy az elég masszív a történet. De milyen szimmetrikus, figyeljetek! Brutál, hogy milyen jól sikerült összehozni ezt a kóceráit. De mi a fasz történt? Leszakadt, bazd meg! Nem bírja el, hallod? A közepe kiszakad, mind a szar. Ez jó! Jó, akkor ezt megkös ilyen kabelból vagy valamiből. Konkrétan nem bírja el a saját súlyát, már az oszlop az. Az egy fasza. Az egy fasza, mi? Nem vagyok boldog. Hát ez aztán csodálatosan megcsinálta a Keeper. Az jó, hát akkor kell egy nagyon jó áthidalóra vagy valami, mert ez így betegesen szar lesz. Hallod? Úgy kiszakad a... Mi az? Az a gerenda, mint az állat, tudod minek nevezik. Azt a látidaló. A látidalónak nagyon komolynak kell lennie. Hallod, itt ekkora épületnél azért már vannak problémák, nem? Itt már nem izé, nem lehet tökölni, az összeomni saját súlya alatt. De durva. Hát ez aztán fasza volt. Keeper már izé, ment lefele, mint be izé lít. Te sagyi, hát akkor ezt úgy kéne megoldani mindenképpen, hogy ide körlene nekem még. Valami komolyabb áthidalós rendszert csinálom, mert hát ez így nem volt a legbarátibb. Egy-kettő. Itt ezt akkor ide mindenképpen cobblestone, meg lehet, hogy egy hármas blokkrendszert fogunk húzni, mert ez így kevés, mint szarba a vitamin. Nem? Egy ilyet húzunk. Ezt az ajtónyílást ezt nem lehet félvára venni. Kiszakadt vazza az áthidaló. Gyárökök! Hát komoly dolgok, mi? Tényleg itt aztán nem lehet tökölni, bazza. Itt mindenképp az upgrade-elést is nagyon fontos, hogy alulról fölfele csináljuk, mert úgy összeomlik ez az egész, mint a szar. Jó, így azért most már jó lesz. Mert az így egyben van. De hát ilyet még nem láttam, hogy így sikerül összeoblasztani. Jézus Isten, milyen mages ez? Ez a durva, hogy már várom, hogy fölérek, azt közben meg semmi. Olyan magas, mint a... Az Y. Ez az olyan magas, mint az Y, hogy dolgoztam egyszer Szigligeten. Az ott két munkatársa vállalatról azt mondogatta, hogy olyan magas, mint az Y. Hát mondom, mi a franc az az Y? Miért mondogatják ezek azt? Aztán kiderült, hogy van valami épület Tapolca, vagy Veszprémbe. Lehet, hogy Tapolca inkább. Azok valami onnan valósiakban voltak, és Y az a neve, és az valami jó magas épület. Én nem értettem, mi az a slang. Mennyi oszlop, gyerekek, meg minden. Mi és minden precízen, pixel pontosan elrendezve. Az olyan itt a mérnöki tudomány van, gyerekek. Mérnöki. Nem ám össze-vissza, meg minden. Ja, a mérnöki tudomány az előbb meg összeoblott itt az egész. Hú, belebanc, mi? Az ajtót ezt meg kellett erősíteni egy kicsit.
legalább épp készül a cobblestone. Azt mondtam az elem, azt most meg már fogy. Mindjárt szint lépés, gyerekek. Úgyhogy lassan már ugorhatok akár mekkorát, nem fog kitörni a lába a kitördek. Megértük ezt is. Mondjuk azért csodás, nem, hogy ilyen magasról leugrasz, aztán semmi bajod. Érdekes, realizmus azért elment, temet borért. Mondjuk az is érdekes, hogy egy 200 vödör beton túl magaddal vinni, úgyhogy jó, nem keressük a realizmust ebbe a játékba. Ígérem, bocsánat. Azt a bőtjár, milyen magasan vagyunk már. Ezt nem tudom képzelni. Na most majdnem ez az upgrade-elte. Majdnem a drónna vert ebbe a szöget. Júj, gyerekek, mi ez a magasság? Sehol nem látsz egy kilógó blokkot, figyeld. Tök szimmetria az egész, figyeld. Így. És a szimmetriára köszönhető, hogy az zombik is egy egységes dolognak látják ezt az egész épületet. Tehát nincs az, hogy ki fog néznek egy olyan helyet, amelyik nem tökéletesebb passzol, arra akarnak menni. Hanem mindegy, hogy merre mennek, mert mindenhol ugyanazt a homogén felületet találják. Na várjál már, ezért van akkor ezt a agility-t, ezt húzzuk már még 8-ra. És akkor most már majd a parkört fel tudjuk durantani egy pontért cserébe. Parkör a mester, és elvileg akármilyen magasra ugrok, nem fog rába elszuttyadni. Na mi van már? Jaj, de jól felértük. Nem csináljuk olyan gyorsan. A cobblestone ide, hogy fogy bazzer. Na jó. Hajrá lefelé. És akkor megvan a hátsó bejárat, úgymond. Annyi lesz az egész, hogy ugye itt lesz majd a létre, jobb magasan, és akkor konkrétan ezt én érem el csak, vagy én tudok beugrani. Ez teljesen mindegy, hogy van-e rajta ajtó, vagy nem lesz rajta. Hát igen, ezt föl kell húzni az egészet sajnos. Az nem 2 másodperc lesz. Hát gyerekek. Azért aki vállalkozik arra, hogy jön velem most itt majd következő részbe. Azt kösse fel a gatyáját, mert látható, hogy lesz itt munka bőven. Várjátok, én ezt megnézem egy kicsit távolabbról, hallod? Brutális, nem? Jézus, valaki csinált már akkora épületet? Mármint így a nézőim közül, írja már meg akkor. Hogy vállalkoztál arra, hogy egy ekkora épületet csinálsz? Volt már eszedbe az, hogy ennyire kicsöszel magadra? Ha? Volt már? Ez nagyon durva szerintem. Hát figyeld. Oszlopcsarnok, hegyek, figyeld. Megyünk egy irányba. Nagyon durva. Jaj, nagyon, nagyon. Egyébként tetszik nekem, jó lesz, ez szerintem nagy probléma, ezzel nem lősz. Hol van a napocska? Hát jó. Egy kicsit beteges, nem annyira durván. Jézus Mária. Na jó van, gyerekek, szerintem elbúcsúzom. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Akkor, hogyha van valakinek kedve, hogy jöjjön következő részbe upgrade-elni, meg befejezni ezt teljesen,
akkor az írjon, szóljon. Maximum, vagy minimum cobblestone-ra fel kéne rántani, aztán utána majd valami csoda csak lönne ebből az egészből. Meg ugye közben, hogyha tudunk, akkor betont kevergetjük, csinálgassuk kettecskén vagy háromacskán, ahogy éppen szeressük. Gyerekek, nagyon tetszik egyébként. Horribil is hatalmas, tök jó. Jó ez az oszloprendszer, szerintem egész kedves lett. Na jó van gyerekek, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Várlak benneteket a következő részbe. Sziasztok!